A hónapokkal ezelőtt megkezdett előkészületek és szervezés után november 18-án indult el a Vörsi Betlehem építése. Jelenleg a hátteret készítik, tujágakkal aggatják tele a falat. A körülbelül 52 négyzetméteres alapterületű építményhez 2,5 köbméter faanyagot használnak fel, az örökzöldekből is bőségesen ajánlottak fel. Az építőknek minden évben vannak új ötleteik, hogyan nézzen ki Európa legnagyobb beltéri Betleheme. Mindent megfogadunk, és akkor úgy beépítjük. És azért nincs egyforma egy éve sem. Hát most egyik éven innen vannak a dombok, másik éven biztos másik oldalt, meg sziklák, teljesen más. Ahogyan jön az ötlet. Az, amely este csapat, másnap reggel már mondja mindenki az új ötletet. Valamikor vissza is bontjuk azért, hogy még jobb legyen. 10-12 ember vesz részt a munkában. Többen erre az időszakra időzítik szabadságukat, hogy december 1-ére elkészüljenek az építménnyel. A Vörsi Betlehem advent első vasárnapjától kezdve február 2-áig minden nap ingyenesen lesz látogatható. Az egyházközség korszerűsítette a fűtési rendszert a templomban. A vörsiek becslése szerint mintegy 25 ezer látogatójuk volt tavaly. Én úgy érzem, hogy aki eljön ide egy 10-15 percre is belül a padba, és egy kicsit úgy imádkozik, vagy csak nézelődik, az olyan boldogan megy el innen tőlünk. Tehát igazából magyarok jönnek, de nagyon sokan jönnek külföldiek is. Én úgy vettem észre, hogy egyre többen németek, sőt még Angliából is eljönnek, nagyon-nagyon sok helyről jönnek ide Vörsre. A vörsiek több újdonsággal és fejlesztéssel kapcsolódnak az adventi időszakhoz. A Betlehemnek otthont adó Szent Márton püspök templom szomszédságában adventi vásár lesz. Az épülő bódéknál forralt borral, teával, lángossal, sültekkel és ajándéktárgyakkal várják majd a vendégeket. Ezen a területen belül fog elhelyezkedni a kültéri Betlehem. Kültéri Betlehem is épül idén Vörsön. Ennek a leendő helyét mutatja Farkas Dezső alpolgármester. A község a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Hungarofest pályázatának köszönhetően épít a helyi hagyományokon alapuló 17 négyzetméteres Betlehemet. Farkas Dezső elmondta, Vörs nem csak a Kis-Balaton, hanem Betlehem fővárosa is lesz. A mi megítélésünk szerint az idei évben minden bizonnyal 30 ezer fölötti látogatóra lehet számítani. Mi azt szeretnénk, hogy ahogy összeállítottuk a programokat, így azok, akik eljönnek hozzánk, nem csak egy fél órát érdemes már a településen eltölteni, hanem úgy gondoljuk, hogy akár egy egész napja ott érdemes itt lenni, hiszen van egy nagyon szép tűzoltó múzeumunk is, egy tájházunk is. Elkészült a templom külső felújítása is, melyre 12 millió forint pályázati támogatást nyertek. December 1-én Varga László megyés püspök áldja majd meg az épületet. Ekkor nyílik meg a beltéri és kültéri Betlehemmel egyetemben az adventi vásár is.